Sziasztok! Én is üdvözlök mindenkit itt a Budapest Swift Meetup Compiler Design és Implementáció sorozatának első bevezető alkalmán. Én Goredi Gyárpád vagyok, és én fogom nektek ezt a, ha minden jól halad, 6 részes sorozatot tartani. Igen. Az első részben egy kis bevezetőt szeretnék nektek mondani. Először is ne csodálkozzatok és ne ijedjetek meg, a diák azok angolul vannak, ugyanis volt kérés arra vonatkozólag, hogy majd kerüljön föl az internetre az előadásoknak az anyaga, és külföldi, magyarul nem beszélő kollégák is érdeklődtek, úgyhogy az ő kedvükért lesznek a diák angolul. Ha ez bárkinek problémát okoz, akkor nyugodtan, amint kérdés van, rögtön szóljatok, hogyha magyarázat szükséges, de igazából csak egy kis szakmai angol lesz, semmi rocket science, semmi irodalmi igeidő és óangol szavak nem lesznek. Amiről ez a kurzus szólni fog, az az, hogy szeretnék kicsit gyakorlatiasabb szempontból bemutatni, hogy hogyan is készül, hogyan is működik egy modern fordítóprogram, egy compiler, és az, annak érdekében, hogy ti is ezt megismerhessétek, ezt a folyamatot, az lenne a terv, hogy a 6 alkalom során írunk egy kisebb programozási nyelvhez egy teljes, komplett, működő fordítóprogramot. Alapvetően, ugye mivel ez egy Swift meetup itt, az implementáció nyelve is a Swift lesz, illetve a nyelv, amihez írjuk ezt a fordító programot, is hasonlítani fog a Swift nyelvek egy kisebb részhalmazára tulajdonképpen. Azt szeretném itt elérni, ugye, hogy ne csak száraz elméleti fejtegetés legyen. Gondolom, közületek most biztosan vagy a nagy többség itt informatikus, ilyen jellegű egyetemre szakképzésre járt, és esetleg még volt ilyen compileres fordító programos kurzusa is az egyetemen. A magyar oktatási rendszert ismerve valószínűleg az főleg elméleti témájú volt. Én azt szeretném, hogyha most így gyakorlatiasabban állnánk neki a dolognak. Tehát ez lenne alapvetően a cél. Választottam egy kis képet ide az elejére. A képen látható úriember Lord Robert Baden-Powell, a cserkész mozgalomnak a megalapítója, és őneki volt egy ilyen alapelve, hogy learning by doing, tehát cselekedve tanulás, és ezt szeretném a mai, illetve az összes alkalom mottójául választani. Először is kicsit beszéljünk arról, hogy mi is egyáltalán az, hogy compiler, hogy fordító program. Vagyunk mi ugye programozók, akik írunk valamit a gépen, begépelünk valami kis szöveget, rosszabb esetben valami grafikus nyelven próbálunk mókolni, majd utána van ez a compiler nevű valami, apply magic, és a végén lesz belőle egy gyönyörű 3D-s modern videójáték. Hát erről a második Apply Magic részről szeretnék én nektek ugye beszélni, és az is lenne nem titkoltan a célom, hogy kicsit a Magic szemléletet kivegyük belőle, hogy mindenki kicsit nyugodtabban és értőbben állhasson hozzá a témához. Tehát akkor mi is a compiler kérdésre? Nem tudom, hogy esetleg van-e valaki, aki tud egy gyors, rövid definíciót mondani akár. Önként jelentkező, ha nincs az sem probléma, ugyanis én hoztam, föl voltam készülve. Alapvetően egy olyan eszközről beszélünk legtágabb értelemben, amely egyik gépi vagy formális nyelven írt kódot egy másik nyelven lévő kódra fordítja át. Ennek a sorozatnak a keretein belül kifejezetten egy olyan viszonylag népes
alcsoportjával fogunk a compilereknek foglalkozni, ahol a kiindulási nyelv az egy magas szintű, statikusan típusos nyelv, a célnyelv az pedig gépi kód, tehát natívan futtatható kód. Nagyon sok ilyen compiler, nagyon sok ilyen nyelv van, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez hasznos lesz. A meetupnak a struktúrája itt a compilerek fokozatai köré lesz struktúrálva. Régen a compilerek monolitikusak voltak általában, ez azért van, mert majd mind meglátjuk, a compilerek fölépítéséből adódóan elég jó, gyorsan fordító compilert lehet írni, hogyha egy nagy tömb a kód. Sajnos ez manapság a fordító programok komplexitásának növekedése mellett nem fenntartható. Éppen ezért a modern compilerek általában moduláris felépítésűek. Egy ilyen pipeline-szerű architektúrát kell elképzelni. Elindul, bemegy a forrás szöveg az első fokozaton, utána minden egyes fokozat az előző kimenetét veszi bemenetül, és a végén kiköpjük a végrehajtható fájlt. Minden egyes ilyen fokozat valamiféle transformációt, általában absztrakció növelő vagy absztrakció csökkentő transformációt hoz létre, és mindeközben különböző adatszerkezeteket használnak erre. Majd ezt mindjárt látni is fogjuk, hogy ez miért fontos pontosan. Készítettem nektek egy kis diagramot, amit itt most a elméleti bevezető során szépen föl fogunk építeni. A compilerek általános első fokozata, a preprocesszot leszámítva, ha ilyen van, az a Lexer. A Lexer az a fokozat, ami közvetlenül kapcsolatba kerül a forrásszöveggel, és ezt tokenekre bontja. Miért is van erre szükség? A sima szöveg, a nyers stringek, azok elég nehézkes kezelésűek. Hogyha egy compilernek mindig állandóan a szöveggel kéne foglalkozni, akkor az nagyon megnehezítené az implementációját. Éppen ezért a stringeket kicsit kiabstraháljuk, és egységekre bontjuk. A legalacsonyabb ilyen egység, ami a természetes, az emberi nyelvekben is fölelhető, az a szónak megfelelő konstrukció. Ezt a nyelvészetben és így a compiler technológiában is lexémának hívják. Ez ténylegesen gyakorlatilag egy az emberi nyelvben is lévő írott vagy beszélt szónak feleltethetjük meg. És természetesen megint csak ugye nem a nyers stringekkel fogunk dolgozni, hanem ezeknek egy viszonylag absztrakt leírásával. Ezeket hívjuk tokeneknek. A token az gyakorlatilag a szó jelentésének feleltethető meg. Általában legalább egy modern compilerben háromféle mezője van egy tokent reprezentáló objektumnak. Van egy típusa, ami megmondja, hogy ő például egy változónév, egy kulcsszó, egy operátor, egy string literál vagy ilyesmi. Van egy értéke, mert azért sok tokennél ez nagyon fontos, hogy mi konkrétan az értéke, például ugye egy változónévnél, nem mindegy, hogy az A vagy a B változóra hivatkozunk. Illetve a hiba üzenetek emittálása során fontos az, hogy a forráskódban lévő helyét is ismerjük a tokennek, tehát ezt is általában eltároljuk, és ez is a Lexer feladata. Nagyjából láthattok itt egy egyszerű token definíciót Swift nyelven megvalósítva. Egy értéktípusról, egy structról van szó, van egy típusa, van egy értéke, ami ugye maga a string, és van egy sor oszlop struktúra szerint megadott hely információja. Itt egy kis rövid példát hoztam, hogy azért mégis el lehessen képzelni, hogy hogyan is néz ki a tokenizáció. A jobb olvashatóság kedvéért bejelöltem a szóközöket is, ugye kis fehér ponttal. A színkódból látszik, hogy melyik az a szövegrészlet a fönti kis forráskód részletben, amelyikből az adott token lesz. Nyilván az első ugye a let, az egy kulcsszó, a my name az egy identifier, tehát egy változónév, stb. Így kell ezt elképzelni, hogy a szövegből egy token lista lesz. A tokenek listája vagy streamje inputként szolgál a következő compiler fokozatnak, amely a szintaktikai elemző vagy parser angol szakkifejezéssel. Ez még tovább absztrahálja a forrás szöveget.
ugye a modern programozási nyelveknek általában hierarchikus struktúrájú a nyelvtana. Ez azt jelenti, hogy egymásba ágyazhatók, rekurzívan a különböző statementek, kifejezések, függvénydefiníciók, változó deklarációk. Éppen ezért ez a hierarchikus struktúra egy fa szerkezettel írható le a lehető legjobban. Ezt hívják angolul abstract syntax tree-nek, vagyis abstract szintaxis fának. Mit csinál a parser? A parser azt csinálja, hogy megnézi szépen sorban a tokeneket, az ő sorrendjüket, típusaikat egyezteti a nyelvnek a nyelvtani szintaktikai szabályaival, és ebből kikövetkezteti, hogy éppen a forráskódunk gyakorlatilag mit jelent, milyen hierarchiát, milyen struktúrát jelent, és ebből épít egy fát. Valahogy így kell elképzelni az AST-t, az abstract szintaxis fát, mint ahogy ezen az ábrán látszódik. Ugye ez a statementünk a legmagasabb szinten egy változó deklaráció. Ő neki, mint fa csúcsnak, gyökérnek van két gyermeke. Az egyik ugye maga a változó név, tehát azt tudni kell egy változó deklarációkor, hogy a változónak ugye mi a neve. A másik pedig az őt inicializáló kifejezésnek a fája. Ugye a jobb oldalon lévő inicializáló kifejezés ebben az esetben egy kivonás. Őnek is van még két gyereke. Ugye a kivonás az egy bináris művelet, tehát van egy bal és egy jobb gyermeke. A bal gyermeke az egyes szám, a jobb gyermeke a kettes szám, mint egész literál. A szintaktikus analízis után vannak olyan nyelvek, például itt a Lisp-re, Rust-ra, ilyesmire kell gondolni, ahol vannak úgynevezett makrók. A makrókról nem fogunk sokat beszélni, mert viszonylag nehéz, hanem inkább hosszadalmas az implementálásuk ahhoz képest, hogy mit nyújtanak a nyelvnek. A makró gyakorlatilag arról szól, hogy ezek a nyelvek, amelyek támogatják a makrókat, a szintaktikus kiterjeszthetőséget támogatják. Tehát amikor egy makrót írunk a nyelvben, akkor az olyasmi, mint egy függvény, csak nem fordítási időben értékelődik ki, nem futási időben értékelődik ki, hanem fordítási időben, és magát a szintaxis fát módosítja. És akkor ezt a módosított szintaxis fát kapja meg utána a következő fokozat, amely a szemantikus analízis lépése. Azért tettem idézőjelbe a gyakran, vagy az elterjedt angol nevét, ugye ez a type checker, tehát a típus ellenőrző, mert a szemantikus analízis lépése nem csak a típusokat ellenőrzi, hanem emellett még nagyon sok minden mást is ellenőriz. Mindenféle szemantikai hibára lehet itt gondolni, például egy konstansnak való értékadás, vagy egy nem deklarált változóra való hivatkozás. A szemantikus analízis lépése azt a feladatot tölti be, hogy ugye azért az AST az egy elég gazdag struktúra már, a hierarchiát, a forráskódot direkten reprezentálja, bár annál kicsit absztraktabb módon. Viszont, ja, és természetesen az AST-ből már rögtön lehetnek kódot generálni gyakorlatilag, tehát léteznek olyan compilerek, amelyek rögtön az AST-ből generálnak kódot. Viszont nagyon sok optimalizációhoz szükséges az, hogy valamiféle plusz szemantikus információt tudjunk meg a forráskódról. És erre szolgál a szemantikus analízis lépése. Ez általában valamilyen annotációt fűz az AST-hez, annak egyes csúcsaihoz, és ezt az annotált AST-t adja kimenetül. Itt én a típusinferenciára hoztam, ja igen, most itt vannak azok a dolgok, amiket az előbb elmondtam. Itt a típusinferenciára hoztam egy példát. Ugye láthatjuk azt, hogy itt az úgynevezett bottom-up, tehát egy alulról fölfelé történő típusinferencia hajtódik végre ezen az ábrán. A változónak, mint látjuk, nincsen explicite megadva a típusa. Viszont a jobb oldalon álló kifejezésnek kikövetkeztethetjük a típusát, ugyanis tudjuk, hogy ez egy kivonás, méghozzá két egész szám különbsége. Két előjel nélküli egészé, tehát ugye az egyről és a kettőről közvetlenül meg tudjuk állapítani, hogy ők előjel nélküli egészek. Hogyha őnekik vesszük a különbségüket, akkor az lehet pozitív, negatív, akár nulla is, tehát ő a különbség maga az egy előjeles egész lesz. És mivel az inicializáló kifejezés is egy előjeles egész, ezért valószínűleg az a legcélszerűbb, hogyha magát a változót is ilyen típusúnak adjuk meg. Tehát itt alulról, a levelek felül, a fa gyökere felé történik a típusinferencia.
Parancsolj! Tehát a kérdés az volt, hogy konkrétan nézik-e az unsigned, signed típusokat a compilerek. Ez ugye compiler függő, tehát pontosabban nyelv függő. Nyilván a nyelvnek a specifikációja az, ami ilyenkor eldönti, hogy milyen típusokat fog konkrétan kikövetkeztetni a type inference motor. Én azért hoztam ezt a példát, mert én személy szerint így találom a leglogikusabbnak. De nagyon sok olyan programozási nyelv van, ahol ez nem így működik. Például rögtön, mit tudom én, Swiftben az 1-2, az ugye, ha jól tudom, akkor az int, tehát az rögtön előjelesek a literálok is. Vannak olyan nyelvek, ahol a műveleteknek a tulajdonságait nem is veszi figyelembe a típus inferenciát, tehát két előjel nélküli számnak a különbségét is előjel nélkülinek veszi, és esetleg futásidőben hibát ad, hogyha ez túlcsordulna vagy alulcsordulna. Tehát ez nagyon nyelv és compiler függő. Igazából a nyelv, illetve a compiler designerének és implementálójának az a feladata, hogy az ilyen részletekről döntsön. Ez kielégítő válasz volt? Köszönöm. Nos, a szemantikus analízis után van még egy pár lépés, amelyek közül az első, az egy intermediate code generator, tehát egy köztes reprezentáció generátor. Az ő kimenete egy köztes reprezentáció nevű formátum, nem meglepően. Mire szolgál ez? A legtöbb modern compiler igyekszik azért optimalizálni a kódot, tehát olyan transformációkat végrehajtani rajta, amelyektől ekvivalensen működő, ekvivalens szemantikájú gépi kód generálódik a végén, viszont valamilyen módon ez jobb, tehát például gyorsabban fut, vagy kevesebb memóriát használ, mint amit a programozó szó szerint beírt a forráskódba. A legtöbb ilyen optimalizációhoz az AST, vagy az annotált AST önmagában elégtelen, és valamilyen kicsit más jellegű absztrakciót nyújtó, adott esetben alacsonyabb szintű reprezentációra kell hozni a forráskódot. Ugye ez az AST-ből generálódik, és akkor ezen az intermediate representation-ön dolgozik az optimizer. Fontos azt megemlíteni, bár itt a rajzban nincsen benne, de ilyen intermediate kódból több lépcső is lehet. Tehát az is lehetséges, hogy miután ugye az első optimizer lépés az valamilyen optimalizációt végrehajtott, utána ezt egy következő intermediate code generatornek adjuk vissza ezt az ő kimenetét, amely megint egy másik alakra transformálja a kódot, ami mondjuk egy másfajta optimalizációnak megfelelő adatszerkezetté alakítja azt. Igen, légy szíves. Köszönöm. Igen, tehát itt láthatjuk azt, hogy azzal az intermediate reprezentációval, amivel ennek a sorozatnak a során fogunk foglalkozni, az LLVM, egyébként ez egy nagyon ismert, az Apple Google által fejlesztett nyílt forráskódú szabad szoftveres programcsomag, és optimalizáló framework, ennek a kódját fogjuk használni, és ő egy ilyen assembly-szerű, viszonylag alacsony szintű reprezentáció, tehát vannak benne regiszterek, vannak benne közvetlen memória elérésre szolgáló utasítások, vannak benne feltételes és feltétel nélküli ugrások és címkék, a típusokhoz, a beépített primitív típusokhoz, amiket ugye az adott architektúra processzora tud, ahhoz vannak méret és alignment információk, ilyesmi. És ezért van az, hogy az ilyen alacsony szintű optimalizációkat könnyű rajta elvégezni, hát relatíve, ugye. És így néz ki. Ez egy részlet ebből az LLVM bitkódnak nevezett IR-ből. Láthatjuk, hogy ugye vannak comparison, tehát összehasonlítási utasítások, vannak függvényhívások, vannak memóriából pointer dereferenszeléssel történő load és store utasítások,
És ugye a jump table-öket is, ugye az utolsó, ez a switch utasítás, az gyakorlatilag egy jump table. Az IR Optimizer után, amikor már úgy gondolja a compiler, hogy elég optimális a kód, akkor ezt az IR-t, az utolsó lépés által generált IR-t egy natív kódgenerátornak adja tovább, és ez a natív kódgenerátor már valóban gépi kódot, pontosabban tárgykódot emittál. Ugye ez önmagában még nem futtatható, mert nincsenek feloldva benne például a külső könyvtárakra vonatkozó referenciák, és éppen ezért szükségünk van még egy linkerre. A linker az szigorúan véve nem a compiler része, csak gondoltam, hogy érdemes a teljesség kedvéért megemlíteni. És amikor a linker feloldja a különböző külső libekre vonatkozó referenciákat, akkor elkészül a végrehajtható fájlunk. A sorozat legutolsó részében fogunk foglalkozni még az úgynevezett runtime systemmel. A runtime rendszer az szigorúan véve nem a fordító programhoz tartozik, bár nagyon sok magas szintű programozási nyelvnek szerves része. A runtime az, ami bizonyos csak futásidőben elvégezhető feladatokat végez el, ilyen például mondjuk a személygyűjtés, referenciaszámlálás, vagy különböző hasonló feladatok, és a compiler általában közvetetten interakcióba lép még a runtime rendszerrel is. Például úgy, ugye Swift és mondjuk Objective-C esetén tipikus példája ennek az, hogy az objektumok referencia számlálására szolgáló gyakorlatilag függvényhívásokat, amelyek a runtime-ban vannak definiálva, ezeket a függvényhívásokat a compiler illeszti be a megfelelő helyekre. És akkor térjünk is rá a mai este témájára, a Lexerre. Ugye ma a Lexer részt fogjuk megírni. A Lexer algoritmus, egy naív Lexer algoritmus, az gyakorlatilag nagyon egyszerű. Arról van szó, hogy először ugye elindulunk a forráskódnak az elejéről, ráállítunk egy pointert vagy indexet az első karakterre, és az első pár karakter alapján meg tudjuk mondani, hogy a következő lexéma az milyen típusú tokent fog eredményezni. Ez a bounded lookahead, ez elég fontos, amit ide írtam, ez azt jelenti, hogy véges sok számú karakter vizsgálatával, ezt hívják ugye lookaheadnek, tehát véges sok számú karakter vizsgálatával képes a Lexer megállapítani, hogy a következő típusú karakter milyen. Ezt azért általában elvárjuk egy egészséges programozási nyelvtől, mert ha nem, akkor nagyon rossz hatékonyságú Lexert lehet csak írni. Amikor megvan ennek a lexémának a típusa, akkor megállapítjuk a határait, hogy konkrétan mettől meddig tart, majd ebből készítünk egy token struktúrát, ezt hozzáadjuk a tokenek listájához, ami ugye majd az output lesz, és a végén átugorjuk a lexémát, az utána következő első karakterre állítjuk a kurzort, majd kezdődik előről az egész folyamat, és egészen addig megy ez a ciklus, amíg vagy el nem érünk a forráskód végéig, vagy pedig mondjuk egy hibát nem találunk. Ugye nagyon fontos itt megemlíteni, hogy a compilerek által adott szintaktikai hiba üzeneteknek az egyik része az a Lexertől jöhet. Tehát, hogyha például elfelejtünk egy kommentet befejezni, vagy egy string literált nem zárunk le, vagy ilyesmi, vagy mondjuk rossz digiteket adunk meg egy szám literálnál, akkor azokat a hibákat általában a Lexer fogja nekünk jelenteni. Itt van egy gyakorlatilag kötelező idézet az XKCD-ből, nem tudom, aki ismeri ezt a kis webkomik sorozatot. Nagyon sokan, amikor Lexert írnak, akkor az első ötletük az, hogy hát ez a szövegfeldolgozás, ez nagyon úgy tűnik, mintha reguláris kifejezésnek teljesen jó feladat lenne. És ugye itt ezen a kis képregényben is láthatjuk, hogy bizony vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy a reguláris kifejezéseknek a használata az valamiféle szupererő. Abban annyiban talán igazuk lehet, hogy ahány ember a reguláris kifejezéseket helyesen tudja használni, lehet, hogy ez tényleg szupererő számba megy. Viszont én azt mondom, hogy alapvetően nem érdemes reguláris kifejezéseket használni. Miért van ez? Sajnos a reguláris kifejezéseknek van néhány nagyon fontos limitációjuk.
Általában ugye ezek a Lexer generátor toolok, Flex, Lex, ilyesmi, Antler, amelyek ugye elég kényelmes a használatuk, ezek reguláris kifejezéseket használnak, és ilyen szempontból mondjuk jó választás lehetne, hogyha reguláris kifejezésekkel akarjuk a Lexert megírni, de a reguláris kifejezések nem elég erősek ahhoz, hogy mondjuk egy általános programozási nyelvnek a lexikai struktúráját képesek legyenek feldolgozni. Ezen a linken, amit majd javaslok, hogy nézzetek meg otthon, azért tettem bele egy ilyen jó kis rövid, jól megjegyezhető URL-t. Itt egy olyan blogposztot olvashattok, ahol a szerző leírja, hogy megpróbált egy olyan reguláris kifejezést összeállítani, amelynek segítségével a szöveg szerkesztőjében rákereshet a kommentekre. És itt nem az egyszerű soros kommentekről volt szó, hanem az akár egymásba ágyazható C-stílusú per csillag, csillag per kommentekről. Azt hiszem, hogy 5-6-7, tehát valami ilyesmi számú próbálkozáson van túl a szerző, amikor a cikknek a végére ér, és a végére már egy jó pár tucat karakteres a reguláris kifejezés, természetesen teljesen olvashatatlan és össze-vissza, és még mindig nem működik helyesen. Tehát például a kommenteknek a lexikai analízise reguláris kifejezésekkel ugye már elméletileg is gyakorlatilag lehetetlen, mert ugye például az egymásba ágyazható kommentek esetén valamiféle rekurzív struktúra szükséges ahhoz, rekurzív feldolgozás, hogy helyesen meg tudjuk állapítani a komment határokat. Ugye a reguláris kifejezések reguláris nyelveket ismernek föl, bennük rekurzió vagy annak megfelelő konstrukció nincsen, úgyhogy erre sajnos ők képtelenek. A másik pedig, a másik probléma az talán még nagyobb, az, hogy megírni még meg lehet őket, de elolvasni aztán már nem igen. Ez a link, ez a saját blogomon egy posztra mutat. Ebben a blogposztban én leírom, hogy hogyan sikerült nagyjából 2-2,5 napnyi tömény szívást és debuggolást okoznom magamnak azáltal, hogy egy Lexerben, amit sajnos reguláris kifejezésekkel írtam, egy darab betűt sikerült elírnom. És hát ezután a 2,5 napi fejfájást okozott nekem. Úgyhogy én ezért mondom azt, hogy alapvetően nem érdemes reguláris kifejezéseket használni. Igen, a megjegyzés az volt, hogy ilyet csak az egyetemeken használunk, és sajnos ez jellemző valóban. Fontosnak tartottam még megemlíteni a Lexer generátor eszközöknek a létét és tényét. Az ötlet alapvetően nagyon jó. Tehát vannak olyan programok, ezek a Lexer generátorok, amik egy nyelv lexikai specifikációját valamilyen formátumban beveszik, majd kikapnak egy olyan programot, ami egy Lexer az adott nyelvhez. Tehát például, mit tudom én, C vagy Java kódot generálnak, és akkor ez a kód, amikor lefordítjuk, akkor ez egy működőképes Lexer lesz a nyelvhez. A probléma az, hogy ahány Lexer generátort én láttam és használtam életemben, általában az volt a fixa ideájuk, hogy reguláris kifejezésekkel próbáltak meg mindent megcsinálni. Voltak közöttük persze olyanok, amik ugye kiterjeszthetők. Sajnos a kiterjesztés az nem a központi ötlete ezekben a Lexer generátorokban, tehát általában sok-sok csúnya hekkeléshez vezetett, hogyha valamilyen nem triviális lexikai struktúrát próbáltunk meg fölismerni. A Lex és a Flex túlokat azért említem meg külön, mert ezek általában a Unix-szerű rendszereken, amilyen ugye a Mac OS X is, ezek gyakorlatilag de facto szabvány eszközök, ezek általában beépítve jönnek az operációs rendszerrel. Nagyon sokan és nagyon sokan használják ezeket, nagyon népszerűek. A egyetlen problémájuk az, hogy gyakorlatilag nincsen bennük Unicode support, Unicode támogatás, és azért manapság egy nyelvtől elég minimális elvárás az, hogy legalább engedje, hogy a programozó mondjuk Unicode string literálokat, horribiledictu Unicode változó neveket adjon meg. Ugye a Swift is tudja ezt. Vannak más Lexer generátorok is. Ugye már említettem az Antler nevezetűt, direkt nem írtam ide. Ezek általában nem jönnek direktbe az operációs rendszerrel, tehát egy plusz függőséget adnak a projektünkhöz, cserébe viszont támogatják a Unicode-ot, ami mondjuk egy jó dolog. Csak menjünk vissza. Köszönöm. Úgyhogy mit fogunk csinálni? Alapvetően kézzel fogunk megírni egy Lexert. Ugye ennek az az előnye, hogy az így kapott Lexerek azok általánosabb, van használhatóak, és
kevesebbet kell velük szenvedni, amikor esetleg egy olyan konstrukcióhoz jutunk a nyelvben, ami mondjuk nem írható egy viszonylag egyszerű formában. Tény, hogy emiatt néha kicsit több kódot kell írni, viszont ez nem kötelező, ugyanis hogyha kézzel írunk egy adott programozási nyelven egy ilyen lexert, akkor valamilyen reguláris kifejezés támogatás segítségével mindig használhatunk még reguláris kifejezéseket is az egyszerűbb esetekre. Mondjuk, amikor csak egész számokat szeretnénk lexelni, akkor arra viszonylag van egy rövid reguláris kifejezés, ami meg jól olvasható is, azt lehet használni. És amit még kiemeltem itt a negyedik pontban, az, hogyha expliciten megírjuk a kódot, akkor könnyebb azért fölismerni az azt olvasó kollégánknak, hogy mire is gondoltunk, amikor írtuk ezt a kódot, és nem kell a reguláris kifejezéseket megpróbálnia fejben fölpárszolni. Úgyhogy azt mondom, hogy lassan kezdjük is el akkor a kódolást, a munkát. Hogyha valakinek van bármilyen nemű kérdése most így az előadás után, vagy természetesen, hogy a közbe a kódhoz, akkor nyugodtan tegyétek föl. És akkor azt kérném, hogy most kapcsoljuk be a gépeket, akinek esetleg még nincsen. A kódolást azt lehet csinálni bármilyen környezetben, amit kényelmesnek tartotok.